Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. Ha az elmúlt két adásunkat követték, akkor egy kicsi koncepciót próbáltam belevinni ezekbe az adásokba, és ezt szeretném most ebben a részben is folytatni. Két résszel ezelőtt olyan hölgyeket hívtam a műsorba, akik férfiasabb jellegű hivatásokat végeznek. Az előző adásban olyan férfiakat hívtam, akikről azt gondolnánk, hogy esetleg nőies a szakmájuk, de aztán jól rácáfoltak erre. És a mai vendégeim pedig vezetők. Olyan vezetők, akik vagy gyárat vezetnek, vagy éppen egy médiacéget, vagy éppen egy cukrászdát, vagy éppen egy színházat. Férfiak és nők lesznek vezető szerepben ebben az adásban, ebben a részben, és szeretném megfejteni azt is, hogy vajon egyáltalán kellene nemekre bontani ezt a témát. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a műsorban a vendégeinket. Elsőként Véli Regős Dórát, aki ugye a Fehérvár Média Centrum főszerkesztője, és hát most lehet, hogy el kellene menekülnöm, mert az én főnököm, de nem teszem. Majd megbeszéljük a te szakmádnak és a mi szakmánknak az összes csinyed binyet, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én köszönöm a meghívást. Itt van Szincsák Attila, ugye a Denso gyártó Magyarország Kft-nek az egyik ügyvezetője. Szeretettel köszöntelek. Te sem vagy már ismeretlen, ugye nagyon sokszor szoktunk veled beszélgetni, itt-ott találkozni forgatásokon. Köszönöm szépen a lehetőséget. Itt van Rácné Földi Judit. Most úgy mutatlak be, mint a Vörösmarty cukrászda vezetőjét, és majd aztán egy kicsit később kitérünk itt a részletekre. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a lehetőséget. És Szikora János rendezőnek, színházigazgatónak is köszönöm szépen, hogy itt van, és köszönöm szépen egyúttal, hogy itt lehetünk, és az új helyszínünket biztosítja a színház. Remélem, hogy mindenki számára hasznos lesz ez a tér, és nagyon jó beszélgetéseknek fogunk majd teret adni. Köszönöm szépen. No, hát kezdjük szerintem veled, Dóri. Most, hogyha ezt a témát akarjuk kivesézni, hogy férfiak és nők vezető szerepben, akkor te egy női vezető vagy. Csöppenjünk bele így a közepébe, nem lehet olyan könnyű nőként mondjuk egy ilyen 60-70 fős, hát úgy mondom inkább, hogy stábot vezetni. Tehát azért én mondjuk látom a munkádat, és belelátok abba, hogy ugye azért nap mint nap vannak ennek szépségei, meg hát árnyoldalai is. Nem könnyű, valóban nem könnyű. Ugye az elődöm férfi volt, és azt gondoltam, hogy ez egy férfiasabb szakma lesz. Ezért is vállaltam el talán nehéz szívvel, vagy nehezen, vagy félve ezt a pozíciót, viszont én úgy gondolom, hogy nem tipikusan vezetőként dolgozunk együtt, de hát erre majd rácáfolsz, vagy megerősíted. Én próbálok munkatársként a kollégákkal együtt létezni, együtt dolgozni, együtt a mindennapokat viselni, úgyhogy én nem tudok ilyen módon szerintem jó vezető lenni, vagy harcias vezető lenni. Vannak konfliktusok, persze, amiben bele kell állni, azok időnként meg is viselnek, talán jobban, mint egy férfit, de kifutom magamból, kisportolom magamból a feszültséget. És akkor azért jössz minden reggel ekkora mosolyjal, mert ugye akkor már lefutottad a távot, és felkészültél ránk. Felkészülök rátok, 5 óra 30-kor kelek, 6-tól 6.30-ig készülök rátok, igen, aztán letusolok, és indulok Fehérvárra. No, akkor majd még a részletekről beszélgetünk. Hát egy gyárat vezetni sem lehet egyszerű dolog. Mennyire kell ezt nehéznek gondolni? Illetve sokrétű egyébként ez a munka. Gondolom, most mindenki azt várja, hogy azt várja, hogy nagyon könnyű, de elárulhatom, hogy nem így van. Elég nehéz, tehát 4000 főt alkalmazunk, úgyhogy ott a Holland Fasor 14 alatt azt mondanám, hogy mi egy kicsit ilyen város a városban élünk, tehát annak minden jó és minden rossz oldalával. Nagy a felelősség, hiszen azért munkaadóként nem csak az ember a saját magának a megélhetéséért próbál minden nap bemenni, hanem én úgy szoktam fogalmazni, hogy 4000 fős nagy család vagyunk, úgyhogy ez a nyomás talán a legnehezebb egy cégvezetőn, hogy olyan döntéseket hozni, úgy megalapozni az irányvonalakat, hogy ez tényleg kiszámítható legyen, hogy az alkalmazottaink biztonságban érezzék magukat, nem csak a közvetlen munkavégzés közben, hanem egy kiszámítható pályamodell, életmodell, egy karrier lehetőség, egy anyagi gyarapodási lehetőséget tudjunk mind a 4000 embernek biztosítani. Az elmúlt időszakban elég nagyok lettek az elvárások az alkalmazotti oldalról, munkavállalói oldalról, úgyhogy ennek próbálunk megfelelni,
és próbálunk törekedni a harmóniára, amit többször is már említettem. Nem egyszerű, 4000-en vagyunk, sokszínűek vagyunk, sok véleményem, de én úgy gondolom az elmúlt időszakban azért elég összekovácsolódtunk, úgyhogy haladunk. Vannak jobb napjaim, vannak nehezebb napjaim. Azt nem mondanám, hogy hétvégére nem vagyok elfáradva, vagy nem vagyok, nincsenek lemerülve az akkumulátoraim, de nehéz. Hát egy picit a lemerült akkumulátorból azért láttunk, mert ugye az elmúlt időszakban azért volt egy kisebb fajta leállás ugye a cégnél, és hát abból azért elég gyorsan sikerült azért visszarázódni. Igen. Nagyon szerencsésnek mondanám magunkat, mert valóban itt a vírus megjelenése után az autóipar relatíve gyorsan megállt, vagy egy kis pihenőre, kényszerpihenőre mentünk. Viszont úgy relatíve elég jól és jó ütemben tudunk kijönni belőle. Lehetne gyorsabb is gazdasági szempontból, viszont azért egy ekkora teljes ilyen egy hónapos leállás után azért vannak megoldandó feladatok, úgyhogy jól haladunk. Főleg így a nyár végére, az ősz elejére már közel megközelítjük azt a szintet, ahonnan indultunk, viszont az év hátra lévő része azért még tartogat meglepetéseket szerintem. Juci, te mint önkormányzati képviselő vagy most itt egyrészt, másrészt meg a Vörösmarty cukrászda ugye a nevedhez fűződik. Beszéljünk most egy kicsit erről az oldalról, aztán persze a képviselőségedről is említsünk meg néhány szót. Neked mennyire másabb jellegű egyébként a feladatod? Meg hát ugye kétféle. Ugye lényegesen kevesebb embert foglalkoztatok, mint a Dóri vagy az Attila. Nálatok hányan vannak egyébként? 8-an. Tehát lényegesen kevesebb, és az az igazság, hogy én közéjük valónak érzem magam teljesen, ugyanis én 18 évesen nyári munkás voltam a cukrászdában, mint fagyislány, úgyhogy nagyon sokakat onnan ismerek a városból, hogy én adtam a gépi fagyit, tehát a gépi fagyiban voltam fagyislány, és hát azért a létre minden fokát megjártam, tehát utána lettem felszolgáló és pultos, semmilyen vendéglátó végzettségem nem volt, tehát egyébként semmi közöm tényleg a vendéglátáshoz, de annyira megszerettem a nyári munka miatt. Azért nagyon sok emberrel tudtam beszélgetni, és inkább humán beállítottságú vagyok, és imádom ezt a munkát. Úgyhogy felszolgáló lettem, pultos, és így a végén rajtam maradt, úgymond, tehát, hogy már teljesen én csináltam, és imádom. Tehát, hogy terhesen is, kisbaba mellett is, tehát ugyanúgy belefolytam, és a lányok olyanok, mint hogyha a gyerekeim lennének. Volt egy nehezebb időszak itt a vendéglátásban az elmúlt pár évben, ugye a munkaerőhiány, az azért mindenkit megviselt szerintem, nem csak a vendéglátást. De azt is átvészeltük, és ezt a tavaszt is, ugye a vírus miatt minden lányt megtartottam, bízva abban, hogy ki lehet ezt még bírni. Hogyha húzódott volna még ez a kötelező zárvatartás, akkor valószínűleg én sem bírtam volna ki. Tehát, hogy ez a június-július már nagyon kellett. Érzékelhetően nehezebb most a vendéglátásnak, pláne a belvárosban, tehát nincsen turista. Tehát tényleg csak a székesfehérváriak, akik meg ugye elmennek Velencei-tó Balaton. Kemény időszak ez nekünk, de azt gondolom, hogy felelősen fehérváriként muszáj kitartanunk, hisz egy közösséget építünk, és most a székesfehérváriak jönnek kávézni és fagyizni, és mindenkinek nagyon örülünk. János, hát itt is azért a társulat nagyon sok emberből és sok, tényleg sokféle munka a körből áll, és hát ugye emellett rendezel nagyon sok színdarabot. Mennyire kell ezt nehéznek, vagy könnyűnek képzelnünk, vagy hogy képzeljük el, mint kívülálló? Talán nem a nehézség volna az igazi jó fokmérő, hanem hogy rendkívül összetett. És igazából azt gondolom, hogy inkább engem ez is vonz ebben a szakmában, tehát, hogy egyszerre nagyon sok felé odafigyelni, és lehetőség szerint mindig a maximumot kihozni azokból az emberekből, akiket irányítok. Hozzáteszem azt, hogy az összetettség már tulajdonképpen a szakmai összetételnél kezdődik a színházban, hiszen mi 102-en vagyunk, ebből 29 a színész,
a többi pedig az úgynevezett háttérmunkás. És ez megint egy nagyon nagy általánosítás, mert a háttérmunkások közül vannak, akik a díszleteket tologatják, vannak, akik a frizurával foglalkoznak, vannak, akik a jegyet árulják, vannak, akik a titkárságon készítik elő a produkciókat, és aztán vannak a színészek, de ez a, már önmagában ez az úgynevezett háttérstáb, ez is mind-mind egy külön kis család, egy külön kis kaszt, a maga kis problémáival, talán a kaszt a legmegfelelőbb, és itt hagyd tegyek egy kis kitérőt, hogy egyetlen egy alkalom van igazából az évben, és ez a karácsony előtti nap, amikor rendszerré tettem, és szerintem ez nagyon hasznos, hogy van egy közös karácsonyi ebéd. Na, ez az egyetlen egy olyan alkalom, ahol a 102 ember leül az asztalhoz egyszerre. És akkor szándékosan az asztalok ültetésénél úgy járok el, hogy minden asztalhoz lehetőség szerint mindenki üljön. Tehát lehet, hogy egy színész legyen ott, egy díszítő legyen, egy szervező. Tehát, hogy mindenki mindenkivel találkozzon, mert sajnos egyébként aztán elkezdődik a verkli, mindenki megy a kis maga taposó malmába, és soha nem találkoznak. Miközben mindenkinek a munkája végül is egy dologba csúcsosodik, és az a közönség. Pontosabban az a hatás, amit a közönségben keltünk. És akkor visszakanyarodva a sokszínűségre, hát a színészek. Ugye a színészek azért mégis a éltető virágai ennek az intézménynek is, azért van a színház, hogy a színészek játszanak a színpadon, és tolmácsolásukban közelebb kerüljenek hozzánk a világ vagy a magyar drámairodalom remekei. Nos, hát ők fiatalok és idősebb generáció, hölgyek és urak. Most ma nagyon durva matrixokat mondtam, és hát ezen belül mindenki egy irtozatosan erős ego, ott kezdődik minden, ego vagyok, azért lettem színész, mert meg akarom magam mutatni, és én akarom magam megmutatni, és én rám figyeljenek. Tehát ugyanakkor ennek az egónak mégis föl kell olvadnia egy csapatban, mert ha nem sikerül egy sportszellemű közösséget, egy a közös teljesítményre, a közösségre orientáló szellemet kinevelni, akkor valóban egóknak a laza halmaza, és nem nevezném társulatnak. Hál' Istennek ez nem így van a Vörösmarty Színházban. Most már évek óta visszamenőleg nagyon pici a fluktuáció, kevesen mennek el, és nagyon sok a jelentkező, és mindig csak annyit tudunk fölvenni, amennyien elmennek, mert igazából a 8 év alatt egyetlen egy alkalom volt, amikor mi küldtünk el valakit, az összes többi az mint saját elhatározásából távozott, és rögtön itt voltak a következők. Tehát valamiképpen úgy alakult, hogy ez a társulat szereti egymást. Ez azt jelenti, hogy szeretnek együtt játszani. És azért ez egy nagyon veszélyes dolog, mert kívülről nézve egy játék, tehát nézek egy színdarabot, az addig jó, amíg érdekes. És addig tud érdekes lenni, amíg az emberek együtt, izgalmasan tudnak együtt játszani. Amikor már unják egymást, már a szőr szálladat az orrodban, már azt is ismerem, már mindent tudok rólad, akkor jönnek a klissék, jönnek a sablonok, és jön a sablon verkli színjátszás. És ezt a néző, ha nem is így mondja ki, de megérzi. Tehát megérzi, hogy megy a verkli odafön, és nem pedig élő, izgalmas játék. Azt gondolom, ebben a tekintetben is kivételes ez a színház és ez a társulat. Hát ezekben kell valamiképpen egységet és összhangot teremteni. Az előbb Juci említette a ranglétrát, és én azt gondolom, hogy mindegyőtök megmászta, és végigjártátok. Picit menjünk bele abba, hogy ki hogyan csöppent abba a szerepbe, amit most éppen csinál. Dóri, kezdjük veled. Én elég korán, 16 évesen kerültem a televízió közelébe. Kiskunhalason születtem, és a Halas TV akkor indított el egy ifjúsági magazin műsort, ahova elkísértem a barátnőmet, aki ott szerkesztőként dolgozott már. És ott nyilván
A vezetőség látott bennem fantáziát, hogy legyek műsorvezető. Nagyon megijedtem ettől a szereptől akkor ott hirtelen, és visszakoztam, viszont megláttam magamat kiírva a falon, hogy bizony a péntek estén már velem számolnának. És mivel a nagybátyám szegről végről vezetője volt ennek a tévének, azt mondta, hogy ezt nem csinálhatom, őt nem szégyeníthetem meg, hogy én nem jelenek meg a munkahelyemen, és így lett hirtelen nekem munkahelyem. Úgyhogy én a Kiskunhalas televízióban kezdtem. Hát végül is Szegedre kerültem főiskolára, és akkor úgy gondoltam, hogy a média világa nem biztos, hogy jól kifizetődő egy családanyának való szakma lesz, vagy világ lesz, és tanári pályára mentem, és én ebben nagyon szerettem volna elhelyezkedni. Azonban Szegeden több főiskola, egyetem is tanári diplomát ad, így nagyon nehéz volt nekem, nem is sikerült tulajdonképpen bejutnom iskolába tanítani. És akkor kerestek a Rádió 88-hoz egy asszisztenst, és hogy nem, megint a média közelébe kerültem, és onnan már jött a Juventus Rádió, onnan már jött a TV2, a Kossuth Rádió, szóval úgy szépen jöttek a lehetőségek, és valahogy nem keveredtem ki a média világából. És a következő ilyen mérföldkő, amikor én azt mondtam, hogy jó, most itt volt elég, és most már tényleg normális életet szeretnék élni, az a pillanat volt, amikor Szegedről elköltöztünk Balatonalmádiba, és úgy gondoltam, hogy na itt az ideje a diplomámmal élni, és tanárként elhelyezkedni. De azért hogy nem beadtam a Fehérvár TV-hez is a jelentkezésemet, és hogy nem kaptam munkát, és hogy nem a médiában folytattam. Úgyhogy tulajdonképpen én így kerültem hozzátok, és így vagyok ma veletek. Igen, hát mi még így a szomszédos asztalnál kezdtük ugye együtt, és hát így az anyukás témákat ugye simán meg tudtuk beszélgetni, és aztán egyszer csak jött egy ilyen pillanat, amikor Nagy Zoltán Péter távozott ugye a tévétől egy másik szerepbe, és hogy akkor téged neveztek ki. Az mekkora, én mondjuk tudom a választ, de azért a nézők is tudják, hogy mekkora kihívást jelentett ez akkor neked, hogy nagyon nagyot. Ekkora egyrészt azért között. Ismert, sem a város nem ismertem még akkor igazán jól, vagy maximalista vagyok, és úgy gondolom, hogy a mai napig van mit tanulnom, illetve nyilván fiatalnak tartottam magamat ehhez a szerephez, és úgy gondoltam, hogy sokkal tapasztaltabb, és erre a címre jobban rászolgáló emberek vannak ennél a cégnél, de valamiért a vezetőm úgy gondolta, hogy bennem lát fantáziát, vagy bizalmat. És volt egy... Én most mentornak nevezem, volt egy mentor, akivel erről beszélgettem, és azt mondta, hogy ne úgy tekints erre a lehetőségre, mint egy feladatra, amit meg kell ugrani, hanem egy olyan feladatként tekints rá, mint ami neked a jövőben egy új szakmát ad, mert vezetőnek lenni az egy szakma. És hogy ezt is megtanulod, ezzel is több leszel, ezzel is egy plusz ember leszel. Úgyhogy tulajdonképpen így álltam bele a feladatba. Az tény, hogy az elején nagyon nehéz volt kihagyni magamat a beosztásból. Menni akartam forgatni, menni akartam a stúdióba, és ez egy rossz érzés volt, amikor azt mondták, hogy maradjak a háttérben. De ma is beosztást írtam, és azért belekerültem, szóval azért próbálkozom. Igen, nekem mondjuk ez nehéz lenne, tehát hogy te is, aki ugye egy híradós arc voltál és vagy, nehéz lemondani arról, hogy akkor én most innentől nem csinálom ezt. Igen, hát itt jöhet elő, amit igazgató úr mondott, hogy az ego. Erős az ego, és szeretünk ott lenni, szeretünk képernyőn lenni, szeretünk közölni, szeretünk írni. Hát van hogy mást dob a gép, de ennek is megvannak a szépségei. Illetve ami szerintem mindannyiunknál előjött, teljesen mindegy, hogy 4000 főt kell irányítani, vagy 8-at, hogy családban gondolkodunk, baráti társaságokban gondolkodunk, kis közösségekben gondolkodunk, szóval valahol egy jó pszichológusnak is lenni kell, vagy ezt is tanulni kell, hogy megismerjük a másiknak a szakmai oldalán kívül azt az emberi oldalát, ami olykor a szakmaiságában jelenik meg, és tudjam azt, hogy nem azért mond ellent, vagy mond mást, hanem azért, mert emberileg mondja, és nem szakmailag. Szóval ezek olyan nehéz dolgok, nehéz felismerések, amit kollégaként vagy legyintesz rá, vagy nem foglalkozol vele, mert nem a te dolgod, de vezetőként már meg kell oldanod, és családban kell gondolkodnod, közösségben kell gondolkodnod, és abban kell gondolkodnod, hogy ez a munka jól legyen elvégezve, és csak akkor lesz jól elvégezve, hogyha a közösség maga jó. Úgyhogy ez is egy nehéz dolog, hogy
hogy jó pszichológusként tekints arra a társaságra, ami felett irányítóként dolgozol. Igen, egyébként ezt látjuk napi szinten, hogy olyan, mintha te mondjuk így megbújnál a háttérben, de közben nem. Tehát, hogy tudjuk, hogy olyan, mintha lennél is, meg nem is lennél. Tehát, hogy valahol egy ilyen egyensúlyt meg kell találni, azt sejtem én, mert ugye én nem vagyok vezető, mondjuk én úgy gondolom, hogy szerencsére, de majd aztán ti elmondjátok, hogy ez mennyire szerencsés helyzet. Tehát, hogy azt látjuk, hogy tényleg a feladat az valahol ott megbújni a háttérben, kicsit figyelni, kicsit irányítgatni, terelni, bár mondjuk nem minden területen, mert valahol ugye részese kell, hogy legyél az egész folyamatnak. Egy 4000 fős cégnél ez hogy van? Ugye te beszerzésből indultál, igen. És aztán már eljutottunk odáig, hogy 2018 végén egy nagyon szép díjat is bezsebeltél, és hát nagyon-nagyon sok nemzetközi tapasztalatod van, ugye? Igen, köszönöm. Az én szakmai vonalom az nagyon egy irányú. Pont most augusztus 6-án ünnepeltem a 19. születésnapomat a Denzónál, úgyhogy szinte a főiskola után egyből ott kezdtem. Egy kis faluból származok, ezt mindig el szeretném mondani, Balatonpartról oldalára, Balatonszárszóról, nagyon büszke vagyok rá, de elég korán elkerültem onnan, viszont amikor így a vezetői kihívások az idegrendszeremet megtépázzák, akkor általában abba a kis faluba szoktam visszavonulni egy kis étára, egy kis fagyira, vagy egy kis levegőzésre a szüleimhez. Visszatérve, én is bejártam a ranglétrát, tehát tényleg egy alapbeszerzőként kezdtem, és a 19 év alatt sok helyen megfordultam. Egyfolytában Denzónál voltam, volt egy kis kitérőm, 2010-11-ben Japánban töltöttem egy-két szakmai évet, viszont ez a 19 év alatt rengeteg emberrel megismerkedhettem, és amit nagyon köszönök a cégemnek, hogy tényleg beutazhattam az egész világot, ezáltal rengeteg kultúrát, rengeteg üzletmodellt, rengeteg céget, rengeteg emberrel találkoztam, és talán ennek is köszönhető az, hogy azt mondanám, hogy a 2010-es évek után, amikor visszaköltöztünk Japánból, akkor láttam én mind a céget, mind Fehérvárat, mind az országunkat egy kicsit másképpen. Érdekes, hogy előtte úgy nem vettem észre, hogy mennyire zöldek vagyunk, nem vettem észre, hogy még hova lehetne fejlődni, csak úgy voltam, biztos, hogy az életkor is kell hozzá, de amikor az ember egy húzamosabb időt tölt külföldön és visszajöttem, például rácsodálkoztam az M7-es gyönyörűségére, hogy a 4 évszakban, ahogy az ember így ingázik Budapest és Fehérvár között, hogy milyen gyönyörű vagy az egész környezet, vagy akár Fehérváron is. Talán ennek köszönhető az, hogy a céges kitűzéseim, a célkitűzéseim mellett azért próbáltam magamnak magasztosabb célokat is megfogalmazni. Nem nagyon szeretek tétlenkedni, nem nagyon szeretek unatkozni, úgyhogy általában szakmai kívások mögött nagyon aktív vagyok így a háttérben, a városban, különböző összefogásokat, különböző érdekcsoportokat próbálok egy irányba terelni. Az egyik, amit így a nevemhez szoktak fűzni, ez a képes program, ahol több cégvezetővel együtt összedugtuk a fejünket, városvezetés kiegészítésével, most már a tankerület is beszállt, úgyhogy iskolákat, óvodákat, bölcsödék, külső-belső felújításain dolgozunk, és mindazt azért, mert nem a cégem, nem én szeretnék ebből kamatozni, hanem úgy gondolom, hogy ez egy társadalmi felelősségem, vagy ezt a nyomást érzem magamon, vagy ezt az igényt, hogy ha már láttam a világot, és láttam jó dolgokat, akkor miért nem lehet elhozni azokat ide. És bár néha egyedül nem tudunk megoldani dolgokat, ezért az összefogásnak vagyok a híve, és ez talán ez, ami így a szakmai munkám mellett, ami még így használok, illetve nem tudom, 19 éve élek a kis japán kollégáim között, éltem közöttük is. Feltételezem, akkor perfekt beszélsz japánul. Perfekt, ezt inkább ezt zárójelben mondanám. Tudunk kommunikálni, van nyelvvizsgám, de én inkább az angolt javaslom nekik is, hogy ők is fejlődjenek. Nem tudnának eladni Japánba, de azért az angol az irányvonal. Viszont valahogy ők egy ilyen hitként hasinak hívnak, tehát ez a két kultúra közötti átjárónak használnak és hívnak. Ebben már én egész kormányzati szintű és én különböző magasságokig eljutottam, de nincs ilyen hivatalos beosztásom, ez csak ilyen privát időben vagy hobbiként űzöm, mert ez a két kultúra, bár messze vagyunk egymástól, és olyan furának tűnnek számunkra, mint ahogy ők, vagy mi nekik, de nem állunk olyan messze. Tehát az alapértékeink, akár a nyelvtani szerkezeteink, a történetünk nem áll olyan messze egymástól, úgyhogy
ezt is úgy élvezem, hogy még így kihozni a szakmai 19 évemből, hogy próbálok segíteni oda-vissza, úgyhogy hát ilyenekkel is foglalkozok, de egy visszacsatolva ez a család, ezért is én is ezt szoktam mondani. Én úgy gondolom, hogy először kicsit ilyen, gondolom, te mint anyuka, én mint apuka viselkedünk a kis osztályunkon, és ahogy az ember így halad előre egy ilyen őrült nagy cégnél, akkor jön ez az egyéni terápiából áttesünk ilyen csoportterápiára, mert ott már osztályokat kell összehozni, és ami így számomra még egy kihívás, hogy egy idő után a vezető valahogy megjelenik, mint egy ilyen coach, vagy pedig mint egy ilyen lelki támasz, és vezető kollégáimtól és egyéb más szinteken lévő kollégáktól kapok olyan személyes megkereséseket, legyen az lakásvásárlás, feleségcsere, gyerekvállalás, stb., hogy néha úgy szoktam nekik mondani, hogy oké, hogy egy cégnél esetleg jól teszem dolgot, de higgyétek, én is vagyok tökéletes, úgyhogy én is nagyon sokat hibázok a kerítésen kívül, úgyhogy mondtam, hogy nem biztos, de mindig csak úgy mondjam el a véleményemet, és utána akkor néha kapok visszacsatolást, hogy megfogadtam véleményed, és ezt meg ezt csináltam, akkor néha úgy meglepődök, hogy te úr is, én ezt tényleg elhittem, amit mondtam neki, úgyhogy néha azért így vannak ilyen fura helyzetek, amikor így egy ekkora. Bocsánat, hogy ilyenkor hol a határ? Mert én nagyon nem tudom, például nekem az a problémám, hogy nem tudok határt szabni az egyéni megkereséseknek, vagy az ilyen jellegű kérdéseknek, kéréseknek, és most például egy életszerű példa, hogy 3 hétig voltam ugye szabadságon, és az utolsó héten már annyira mondani akarta a kollega, amit mondani akart, hogy lejött Almádiba, hogy elmondhassa a problémáját. Mert ő már azt mondta, hogy nem tudja magában tartani hosszabb távon. Hát akkor ezek szerint hasonlóak vagyunk, nagyon nehéz, tehát én is most szabadságon akartam volna lenni, fizikailag ott voltam, gyakorlatilag meg egyfolytában a telefonon kellett lógnom, tehát nehéz, szerintem nincs határ ennek. Ha az ember húz egy nagyon markáns határt, hogy akkor ez az én magánéletem, ez az én magánidőm, és jönnek a kollégák valami bármifajta problémám, és ha nem vagyunk ott, és amit te is fogalmaztál, hogy nem érzik azt, hogy ott áll az ember mögötte, mint egy védőhálónak szoktam én magam így hívni, hogy nyugodtan este nem gond, picit fájni fog, de megfoglak, ne izgulj, akkor ez kicsit ilyen visszafordul, hogy akkor nem jó vezető az ember, mert nem támogat. Igen, tehát én nem tudom meghúzni határt. Ez lehet, hogy nem jó. Néha úgy érzem is főlegként így a magánidőm, magán életem szempontjából, hogy ez így nehéz. Nem is tudom, hogy meg szabad-e húzni. Tehát valahol ez a vezetői szerep szerintem ez egy kicsit erről szól már egy idő után, hogy amúgy én is olyan vagyok, mint te, tehát én is szeretek mindenről tudni, és nagyon, ezt mi delegációnak hívjuk nemzetközi nyelven, tehát hogyan kell a munkát delegálni, de azért kevés olyan dolog történik körülöttem, amiről ne tudnék, de hagyom. Talán a legnehezebb ebből a hibáknak a delegálás, amikor látom, hogy egy kollega elmegy a tasléért, amit én tudok, hogy tasli lesz a vége, de hagyom, hogy bejárja, mert ha mindig megvédem, akkor nem fog belőle tanulni, nem lesz határozott, de néha is szoktam így tesztelni a kollégákat, hogy persze nem engedem, hogy ők is akkora taslit kapjanak, mint én kaptam annak idején, de azért arra is rájöttem, hogy ha túl sokat bábáskodunk fölöttük, azért akkor a fejlődés az egy picit lassul vagy megáll. Úgyhogy nem tudom, szerintem nincs határ, de nem tudom, hallgassuk meg a többieket is, hogy van-e határ. Beszéljünk akkor veled is erről a határ dologról, de még előtte kicsit kanyarodjunk vissza a ranglétrára. Mondjuk te már úgy félig meddig elmesélted, te alapról származol, ugye? És hát egy picit belecsöppenhetünk már abba, hogy kerültél így a Vörösmarty cukrászda közelébe, az önkormányzati képviselőség az hogy jött? Akkor először a határt még így lezárom, mert van hozzá egy gondolatom, hogy szerintem nincsen határ, annál is inkább, mert hogy több időt töltünk a munkatársainkkal, mint a családunkkal. És ez egy második család. És szerintem egy vezetőnek feladata, hogy ezt a második családot is koordinálja. És én azt gondolom, hogy Dóri esetében, tehát az, hogy a munkatársa elment utána Almádiba, szerintem teljesen normális. Tehát azon csodálkozom, hogy kibírta a 2 hetet. Tehát, hogy szerintem ez normális. Tehát, hogy most már olyan világot élünk, meg itt van ez az online tér, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ti is állandóan a telefonotokon lógtok, és ha már 1-2 órát lerakjátok, akkor vajon mi történhetett? Utána rengeteg üzenet, érdekel, hogy a másik odaért, nem ért oda, megcsinálta, hogy csinálta. Tehát, hogy mi ebben élünk? Szerintem 24 órából 24-ben. És hogy ez nem fog változni. És egy jó vezető, én azt gondolom, hogy ezen nem akad ki, vagy nem akad fenn. És egy jó vezetőnek a családja,
ezt el fogja fogadni, és meg fogja érteni, attól függetlenül, hogy férfiak vagyunk, vagy nők, ebben nincs közöttünk szerintem különbség. Szerintem ez nagyon fontos, amit most kimondott a Júci, hogy igen, a család. Az, ha nem áll ott, ha nincs olyan társ mögötted, aki támogat, akkor szerintem nem tudnánk úgy végezni a munkánkat, ahogy. Igen, ez szerintem is abszolút. És azért mondom, ennek hogy... Ennek nagyon ellent fogok. Jó. Na, csak a mikrofont kérlek, majd vedd a közöbe. Én biztos, hogy azt a határt azt fogom képviselni, hogy határ. Nagyon keményen, kőkeményen, és ezért ki is állok. De, bocsánat, csak... Ez csak egy megjegyzés volt, mert nem... Most ettől szép a demokrácia, hogy máshogy gondoljuk. Tehát lehet, hogy itt jönnek a női férfi szerepek és a különbség. Igen, majd erre is kíváncsi leszek, csak még egy kicsit térjünk vissza erre a ranglétra témára. Júci, ugye ott tartottunk, hogy önkormányzati képviselőként. Igen, igen. És hogy alapról származom, ez egy 1900 fős kicsi falu Fejér megyében. Édesanyám még ott is él. És 18 évesen nyári munkát kerestem, tehát nem tudtam menni főiskolára, mert nem tudták finanszírozni a szüleim, és tehát nappali intézményben nem, úgyhogy dolgoznom kellett, és Székesfehérváron kerestem munkát, és a cukrászdába rögtön felvettek, és később itt ragadtam, és levelezőn végeztem egyetemet. A politika úgy jött, hogy hát a nagyanyámtól szívtam magammal, tehát hogy mindig olyan érzelmi volt, amilyen én vagyok. Most nem akarok ebből politikai műsort csinálni, még véletlenül sem. És a 2010-es választás után, tehát hogy azzal úgy nem értettem egyet, és 3 évig töprengtem rajta, hogy mit tehetnék, és 2013-ban úgy gondoltam, hogy én ebbe szeretnék aktívan. És 2 évig voltam aktivista, abszolút háttérmunkás, és azt gondoltam, hogy nekem az elég, és nem volt elég. Tehát, hogy itt jön az, hogy kell az, hogy ki akarod magad rakni, hogy el akarod mondani, hogy akarod, hogy figyeljenek rád, és ez fontos. És szerintem ez is nőtől és férfitől függetlenül nagyon fontos. És akár rossz, akár jó élmény, azért sok rossz is van ebben, de imádom. Tehát azt gondolom, hogy politikusnak lenni szerintem a legnemesebb szakma ma Magyarországon, hisz az emberekért tudunk dolgozni. Tehát az, hogyha meg valaki országgyűlési képviselő, ugye az a csúcs. Bármit el lehet érni, bárkinek lehet segíteni. Szerintem ez a legszebb szakma. Úgyhogy én bízom benne, hogy még sokáig Székesfehérvárért tudok dolgozni, és bízom benne, hogy szükség van arra a fajta politizálásra, vagy arra a fajta nézetre, amit én képviselek, vagy én látok. Úgyhogy én ezt úgy élem meg politikusként, hogy minden választás nehéz, ugye 4 és 5 évente, de egyébként nincs okom panaszra, mert a testületben nincsen olyan fajta surlódás, ami mondjuk a parlamentben van. Tehát, hogy itt azért tényleg egy olyan politikai kultúra alakult ki. Az elmúlt években azért történt egy-két baki, de egyébként olyan politikai kultúra van, ami szerintem tetszetős az embereknek, és én ezt szeretem csinálni. János, ranglétra. Hát ez... Igen. Nagyon-nagyon nagy ranglétrát jártál be. Valóban. De akkor nézzük azt, hogy mondjuk egy olyan funkcionál színházigazgató, hogy hogyan lesz valaki színházigazgató. Szerintem a zömében szerencsés vagy sorszerű véletlenek vezetik abba a székbe. Az én esetemben szerencsés véletlenek sorozata vezetett oda, hogy színházigazgató legyek, egy olyan funkciót töltsek be, amire igazából sose vágytam. Amikor az első ízben, nagyon fiatal rendezőként, 1982-ben Miskolcon voltam rendező, a Heves megyei tanács kulturális osztályáról megkerestek, hogy úgy döntöttek, hogy Egerben legyen újra színház. Addig ugyanis ez egy ilyen befogadó színház volt. De most szépen kitatarozták, és szeretnék, ha legyen önálló társulata, és rám, mint fiatal, érdekes emberre gondoltak.
És ez annyira váratlan volt a számomra, és persze nagyon is izgatott és imponált, hát hogy a fenében, hú, színházigazgató, az milyen izgalmas lehet. És aztán elmentem Egerbe színházigazgatónak, és beültem egy irodába, és ott ültem egy irodába, egy zömében üres épületben, mert társulatunk az viszont nem volt. Csak az ígéret, hogy majd 2 év múlva lesz társulat, addig csak szépen itt szervezzem az életet. És hát végtelenül unatkoztam, és azt gondoltam, hogy ez így nincs rendjén, mert csak elherdálom a tehetségemet, meg az éveimet. Úgyhogy föl is bontottam a szerződést, és elmentem a Víg Színházba. És akkor rögtön úgy nagyon boldog voltam, és nagyon jól éreztem magamat. És aztán megint egy véletlen hívott, Szegedre kerültem művészeti vezetőnek, és azt követően Svajda Györgyöt fölhívták, hogy építse föl a Nemzeti Színházat, és megüresedett a Szolnoki Színház. És akkor kerestek Szolnokról, hogy én ezt nem vállalnám el. Hát persze Szolnok egészen más helyzet volt, mint Eger, hiszen ott Svajda György, aki tényleg egy legendás színházigazgató volt, de azt megelőzően azért volt egy olyan, én voltam az az igazgató, aki az 50. évfordulót megrendezhette. Tehát ott fantasztikus nevek fordultak meg abban a társulatban, tehát az, igen, az már valami volt. De ott rögtön szembesültem azzal, hogy hát ez nem csak tejföl, hanem ez vastagon még valamivel jár, amire az embert nem készítik fel, és ez a konfliktus kezelés. Ugyanis egy normál társulati élethez valahogy természetesen hozzá tartozik egy folyamatos konfliktus termelődés, és a színház igazgatónak az a kutya kötelessége, hogy ezeket a konfliktusokat megoldja. Többek között ezért van. Ugye én nem tudom, hogy ismerünk-e olyan orvos, de ha egy orvos azt mondja, hogy én nem bírom a vért, hát azra azt mondjuk, hát akkor ne menjél orvosnak. Ha azt mondja, hogy én nem szeretem a konfliktusokat, hát akkor ne legyél vezető. Mert alapvetően azt várják tőled, hogy az a kutya kötelességet, hogy valaki akkor oldja meg, valaki mondja meg, hát hányszor ismerik, mondja meg valaki, hogy mit csináljunk, és te vagy az a valaki. És jó az az irány, jól fogsz dönteni, tehát ez egy, és akkor megéreztem, hogy ez egy milyen óriási felelősség. Másik, hogy ez valószínűleg a személyiségemből adódik. Én a mérleg jegyében születtem, és valóban a személyiségemnek van egy kiegyensúlyozásra, kiegyensúlyozottságra, kiegyenlítődésre való hajlama, és talán ebből adódóan van képességem is megtalálni az igazságot az ellentétes tendenciák között. Tehát ezt egy lényeges és fontos mozzanatnak érzem. Ugyanakkor a színház igazgatásnak van egy óriási csapdája, és ez megint az egóhoz vezet vissza, hogy én fiatal rendezőként, neveket nem fogok mondani, de olyan helyzetekbe kerültem beosztott rendezőként, hogy azt láttam, hogy basszus, az az igazgató, aki sikertelen rendező volt. Mit csinált? Hát először is belépett a pártba, mert anélkül Magyarországon nem lehetett színházigazgatónak lenni, majd utána a párttagsági könyvével kibuherálta, hogy ő legyen a színházigazgató. És ha már igazgató, akkor persze rendez is, és mégpedig azt rendezi, amit akar, és azzal, akit akar. És ott láttam az igazgatói székben egy tulajdonképpen egy csomó tehetségtelen vagy közepes rendezőt, akik gyakorlatilag rendezői pályájuk frusztráltságát élték ki az igazgatói hatalomban. Ez végtelenül kártékony, egészséges, és én akkor egészségtelen. És akkor én arra gondoltam, hogy ha az életbe egyszer én belekerülök egy ilyen székbe, én nem akarok ilyen ember lenni, és én nem akarok ilyen igazgató lenni. És ma tulajdonképpen igazából nekem az a színházigazgatói arcpolitikám, hogy az az én feladatom, hogy tehetséges embereket helyzetbe hozzak, és az emberi tehetségeket, mint egy jó gazda plántáljam. Ezt megtehetem azért is, mert például amikor ide kerültem a Székesfehérvára igazgatónak, egy olyan rendezői pálya áll mögöttem, hogy
Én tulajdonképpen majdnem mindent megrendeztem az életem során, amit szerettem volna. Fantasztikus színészekkel dolgoztam. Nincsen bennem kielégítetlenség, hogy de akkor majd én itt meg fogom csinálni azt, amit egyébként nem tudtam. Én mindent megcsináltam, amit szerettem volna. Magyarul nem akarom magamat, önmagamat előtérbe helyezni, viszont látom a kollégáimat, tehát engem végtelenül sok tehetséges ember vesz körül. És akkor őket szeretném helyzetbe hozni, és annyira tudok örülni, amikor nekik sikerül, és ez nagy boldogság. Most, hogy mondtad a konfliktus kezelést, nekem most felmerül az, hogy ez kell azért, hogy egy meg... Hát igen, meg ugye azt mondtad, hogy kell ismerned egy kicsit az embereket, sőt, nagyon. Tehát, hogy ez merül fel bennem, hogy mennyire jó emberismerettel kell rendelkeznetek, mint vezető, meg mennyire kell tudni ugye jó konfliktust kezelni, és akkor itt még, amit az előbb beszéltünk, hogy a női-férfi szerepek, ugye ami az alapgondolata ennek a műsornak, vajon léteznek-e, és az mennyire mutatkozik meg egyébként a ti vezetői minőségetekben. Mint ahogy most ugye láttuk, hogy a Dóri is, meg a, te is azt mondod, Juci, hogy egy kicsit a női szerepek inkább úgy mondom, engedékenyebbek talán, vagy kicsit elnézőbbek, vagy empatikus, vagy talán nem tudom, hogy... Talán tudnám én is erre használni, talán. Egyébként érdekes ez a kérdés, valóban jó emberi ismerettel kell rendelkezni, vagy az azért egy hasznos tulajdonság, viszont nem tudom, hogy nálatok hogy volt, de nekem például ez a koronavírus egy teljesen új helyzetet hozott. Az embereknek olyan oldalát ismertem meg, amire nem is számítottam. Tehát volt olyan, hogy egy életerős, 100 kilós fiú vagy kolléga olyan kisgyermekként állt bele ebbe a helyzetbe, és volt egy olyan törékeny lány, akit bárhova ki lehetett küldeni, forgatni, és semmi félelemérzet nem volt benne. Ugye nekem ez az időszak, ez a 3 hónap nagyon nehéz volt ilyen szempontból, hogy kit mennyire vegyek komolyan, ki mennyire akar ezzel a helyzettel visszaélni, ki mennyire fél, az a félelem mennyire valós, hogy kit mennyire lehet dolgoztatni ebben a szituációban. Nekem ez nagyon nehéz volt ez a 3 hónap, és itt egy picit az én emberismeretem szerintem meg is bukott, mert kellett hozzá 1-2 hét, hogy egyes embereket komolyanban vegyek, vagy komolyan vegyek, vagy az ő félelmüket komolyan vegyem. Meg nyilván aztán visszacsöppenni a normál kerékvágásba megint egy új szituációt hozott. Az vagy... már jobb. Azért az már jobb. Egy jobb volt. Igen, az már egy jobb időszak volt. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az én szakmámban ez nélkülözhetetlen. Tehát, hogyha egy ilyen nemzetközi pozícióban lévő vezetőnek, aki egy őrült nagy organizációt vezet, nincsen jó érzéke az emberekhez, vagy legalábbis nincsenek jó megérzései az emberek kapcsolatosan, akkor nagyon nehezen tudunk helytállni. Tehát látok egy nemzetközi platformon kollégákat, akik esetleg egy nagyon erős szakmai háttérre valóban eljutottak, és elvéreztek, mert nem tudta konfliktus kezelni. Nem jó pozícionálják be a tárgyaló partnert. Ez nem csak itt az alkalmazotti szinten kell, mert azért magyarok vagyunk, legtöbb alkalmazottunk azért magyar, tehát úgy a kultúránk, a viselkedésünk úgy nagyjából azért így behatárolható. De mivel egy nemzetközi cég vagyunk, így rengeteg nációval találkozik az ember, és ezt mind jól bepozícionálni, oda azért kell tudni, hogy kivel, meddig lehet elmenni, és itt nem csak az alapvető kulturális szabályokra gondolok, hanem akár egy vevői tárgyaláskor, hogy egy német kollégánál meddig lehet veszíteni a húrt, egy japánnál mennyire nem szabad, egy kínaival mennyivel másképpen kell, egy amerikait mennyire kell simogatni, kit milyen étterembe viszünk, kinek mit mutatunk meg a budapesti éjszakából, tehát hogy ezekre egy rá kell érezni szerintem, és de visszatérve így a helyi szintre, én úgy gondolom, hogy ott is, igen, ez a koronavírus ott nálunk is nagyon-nagyon érdekes reakciókat hoztak ki. Engem azért annyira nem lepett meg, tehát úgy próbáltam lemodellezni, hogy milyen reakciók lesznek, úgy azt mondanám, hogy 90%-ban is találtuk az irányt, de voltak nagy párfordulások nálunk is, hogy a legerősebb, a legbátrabb volt a legkisebb, és akire meg azt hittem, hogy nem, az pedig ott volt, és jött, és jönni akar, stb. Úgyhogy ami még érdekes, hogy ezt még nem tudta megfejteni, hogy ez most az én sztereotípiám alakult így, vagy tőlem valahogy azt várják el ezt a póker arcot. Ez most nem tudom, hogy ez férfi vezetőként vagy nőként is megvan-e, tehát valahogy azt várják, azt mondják, többen meg is fogalmazzák nekem, hogy ők azt szeretik bennem, hogy bármivel elém állnak, teljesen igen nagy probléma, hogy megserezdül az arcom.
És ez ő megnyugtatja őket, hogy akkor az Attila biztos tudja, mi a megoldás, ó, már biztos találkozott ilyennel, pedig nem így van. Viszont valóban én nem nagyon szeretem így az érzelmet így egyből kimutatni. Nagyon kevés ember van, aki valójában ismer, illetve azt vettem észre, hogy ez a harmóniát, ami mellett én letettem a voksot egy ekkora organizációban, ezt úgy kell, hogy kellenek biztos pontok. Tehát, hogyha ekkora organizáció nincsenek biztos pontok, nincsenek kiszámítható egyének, akkor elég nehezen fogjuk tudni ezt a harmóniát megteremteni, vagy a pilléreit lerakni. Úgyhogy én ezt kérem a kollégáimtól is, hogy például volt egy ilyen vezetői, most lehet, hogyha majd nézik a kollégák, akkor kis kulisszatitok, de a Covid előtt, vagy a Covidban, amikor volt egy ilyen felső vezetői egyeztetés, én ott azt kértem tőlük, hogy én is félek, lehet, hogy nem látszik rajtam, én is féltem, mert ugye féltünk az ismeretlentől, de azt kértem tőlük, hogy akkor most itt féljünk, de ha innen kimegyünk, akkor a 4000 ember azt lássa rajtunk, hogy mi itt 20-30-an, hú, hát ez nekünk már a 23. Covid, ez már 50-szer menedzseltünk ilyet, mert különben káosz lesz. Tehát ha azt látják, hogy a vezető pánikol, és nem áll a helyzet magaslatán, pedig rengeteg olyan kérdés volt, amire mi se tudtuk a választ, akkor nem lesz jó a vége. Úgyhogy egy picit talán ez, amit még így hozzátennék, hogy nem tudom, ezt így nálatok nőként, ez hogy... Érdekes, hogy... Én nekem minden az arcomon van, minden érzelem abban a pillanatban. Igen. És igen, mi ezt lehet. Rögtön le is vesszük. Ja, és is nincs veszi. Olyan, hogy ne beszélnénk meg, hogyha látjuk. Jó, most várjátok, ez hozzátartozik, hogy azért állítólag nekem is vannak olyan arckifejezések, amikor tudják, hogy na most nem kell ide jönni hozzám. Én ezt nem látom, vagy én úgy gondolom, hogy mindig következetes vagyok, de biztos, hogy vannak ilyen napjaim nekem is. Emberben vagyok én is. Szerintem a nőknek az arcára van írva, tehát nekem is. És nincs póker arc. De nem véletlenül szerintem a póker az abszolút férfiaknak van kitalálva, biztos vagyok benne, hogy nekünk pedig nem a menne. A politikában lehet, hogy kell, nem? A politikában akkor nem leszek jó politikus, vagy nem vagyok jó politikus, mert tehát ezt a sakjátszmát ezt nem. Tehát, hogy nekem ez nem megy, úgyhogy a lányok is látják rajtam nyilván, hogyha valami van. Én egyébként lehet, hogy empatikus vagyok, amit mondott a Dóri, hogy ő is az, de én nagyon kemény. Tehát attól függetlenül, hogy nő vagyok, de otthon is kemény vagyok. Tehát a gyerekemmel is kemény vagyok, és következetes, tehát hogy a munkában is az vagyok. Tehát, hogy nem biztos, hogy a gyenge nő most így szőkeként belibbenünk ide-oda, azt gondolják, hogy annyira gyengék és empatikusak vagyunk. Szerintem ez nem feltétlenül van így. Én azt gondolom, hogy a női vezetők az elmúlt 8-10 évben azért bizonyítottak keményen. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés már az a különbség, ami a női és a férfi vezetőket megkülönbözteti, és ezt látjuk, abszolút a nemzetközi példák is vannak erre, akár politikusok között, akár vállalatvezetők között. Tehát azért a nők igencsak törnek előre, és én ennek nagyon örülök egyébként, mert itt van az élő bizonyíték arra, hogy itt tőlünk hárman nők, és gyerekek mellett, vagy gyerek mellett képesek vagyunk ezt megtenni és megcsinálni. És szerintem nagyon sok néző van, aki ugyanerre képes, és hogy tényleg én büszke vagyok a női nemre, egészen őszintén mondom. János. Szerintem a nőkben az a veszélyes, Nem az a veszélyes, hogy nincs rajt. Nincs az a... Nem az a probléma, hogy nincs rajtuk az arcukra az, amit gondolnak. A nőkben az a veszélyes, hogy rajtuk van, csak nem mindig az van rajtuk, amit gondolnak. Na, ez a veszélyes. És ebben férfi vezetőként nagyon nagyot lehet bukni. A saját példámat hagyd mondjam, nagyon fiatal rendezőként lettem színházigazgató. És én azt gondoltam, hogy ilyen jó dolog igazgatónak lenni. Hát mindenki mennyire kedves velem. Az összes nő mosolyog rám, és én azt gondoltam, hogy ez tulajdonképpen mint a férfi embernek is szól, és hát tulajdonképpen így a férfi egómat is ez simogatta, hogy hát én nagyon sikeres vagyok a nők között. Úgy látszik, mert annyira mindig ugyan nagy csillogó szemekkel néznek rám, és kedvesen mosolyognak. És amikor egyszer csak bejelentettem, hogy nem leszek igazgató, akkor valahogy azt vettem észre, hogy a visszaköszönéshez már nem társul a mosoly, a tekintet már egy kicsit megüvegesedik, és érdekes módon nem szól állandóan a telefonom. Addig azt gondoltam, hogy mennyire fontos és érdekes ember vagyok, hát mindenki akar velem beszélni. Akkor meg valahogy már egyszerre csak senki nem akart velem beszélni, és akkor nagyon gyorsan egy ilyen
Bugovári után rájöttem, hogy hoppá, ez nem neked szól, ez a funkciónak szól, és ez nagyon-nagyon nem ugyanaz. Ebbe könnyen bele lehet bukni, szerintem ez egy nagy csapda, egy nagyon veszélyes dolog. Ja. Csak egy kérdés itt a kolléginákhoz, hogy az érzelmet, azt mennyire viszitek be így a munkahelyre? Tehát, hogy mondtátok, hogy nincs póker, az meg... Tehát, hogy az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok érzelem jön be, és ez szül nagyon sok konfliktust. Hogy ez tényleg így van, vagy ezt tudatosan csináljátok, vagy... Tehát, hogy ebbe tudnátok egy kicsit segíteni, hogy ez tehát nem csak az, hogy a döntéshozatalban, hanem egy ilyen személyes konfliktusok is gyakrabban felütik, én azt veszem észre a női kollégáim között a történetet, mert valahogy én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy alapjáték, ez itt egy munkahely, nem kell egymást imádni, tisztelni kell egymást, végező munka, és mindenki menjen haza, imádja a párját otthon. De valahogy mintha a nőknél kicsit több érzelem jönne be. Nem tudom, ez nálatok jellemző-e, vagy... Erre most azt kell kérjem, bocsássatok meg, hogy műsorunk végénhez értünk, tehát egy-egy mondatos választ szeretnénk kérni. Benne volt a kérdésedben a válasz. Tehát elmondtad az egész beszélgetés lényegét szerintem, a tisztelet. Tehát, hogyha a tisztelet, tehát ha kivívod a tiszteletet vezetőként már az elején, onnantól kezdve teljesen mindegy szerintem, hogy mennyi érzelmet viszel bele, és hogy nő vagy férfi. Mert ha azt az alkalmazott neked megadja, onnantól kezdve bízik benned, és nyert ügyed van. És az, hogy most milyen apró cseprő problémával jön, az már csak rajtad múlik. Tehát szerintem teljesen mindegy, hogy te 10%-on tartod azt az érzelmi mérődet, vagy mi a Dórival 90%-on. Ha téged tisztelnek, onnantól kezdve szerintem nyertél, és mindent meg tudsz oldani. Szerintem ez a kulcsa az egész. Igen, és az se baj, hogyha az érzelem néha kijön, mert attól vagyunk emberek. Tehát az se baj, hogyha látják, hogy mi is sérülékenyek vagyunk, mi is sebezhetőek vagyunk, meg nekünk is néha fáj, vagy néha rossz. És örülök, hogy itt a végére megjött az egyetértés is. Én azt gondolom, hogy azért itt a női férfi szerepek egy kicsit azért valahogy mégiscsak kicsúcsosodtak. Szerettem volna rácáfolni, hogy nem így van ez, de szerintem jól van így ez, ahogy van, és ti is szerintem nagyon jó helyen vagytok ott, ahol vagytok. Én a továbbiakban nektek nagyon-nagyon sok sikert kívánok még a munkátokhoz. Kevés konfliktust, mert azt hiszem, hogy egy kicsit kicsúcsosodott erre, és én azt látom, hogy ettől mindenki egy kicsit még vezetőként is tart, és ne legyenek pánikhelyzetek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönöm. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.